December utolsó előtti napján fogadta a Kisvárda a Fehérvárt. A hazaiak 50, a vendégek 100 nap szünet után játszottak ismét bajnoki meccset. Az első félidő nagy részében fej-fej mellett haladtak a csapatok, az utolsó percekben azonban ellépett az Alba, így 9-12-es állásnál vonultak pihenőre a játékosok. Fordulás után gyorsan ledolgozta hátrányát a házigazda, és a hajráig felváltva vezettek a felek. 20-20 után két gólt lőttek a fehérváriak, míg a másik oldalon már csak egy találat született, így egy gólos vendégsikerrel zárult a találkozó. Úgy gondolom, egy végletekig kiélezett találkozót játszottunk egy nagyon jó csapat ellen. Készültünk nagyon sokat erre a mérkőzésre, igazából volt 3 hónapunk sajnos, de így utólag azt mondom, hogy jól jött nekünk ez a szünet, illetve össze tudtuk rakni a játékunkat. Ez egy ilyen igazi lélekemelő győzelem volt. Az első félidő végét mi zártuk jobban, igazából egy megnyugtató előnnyel fordultunk, de sajnos a második félidőben ezt le is nulláztuk, a Kisvárda átvette a vezetést, és belementünk egy ilyen igazi adok-kapokba, és ahol a végjátékban nyilván a szerencse is mellénk állt, és egy gólos győzelmet adtunk. A hazaiak vezetőedzője csak a játék bizonyos elemeiben nyújtott teljesítménnyel volt elégedett, csapatát illetően. Egy nagyon sok hibával játszott mérkőzés volt, de várható volt, hogy sok lesz a hiba. Sajnos mi többet hibáztunk picivel, mint az ellenfelünk, és kikaptuk a mérkőzést. Nem úgy tértünk vissza az 50 nap szünet után, ahogy szerettük volna, de igazából a védekezésen és a kapus teljesítményen kívül a játék többi eleme az nem volt megfelelő színvonalon. Támadásban hiányoltam a kreativitást, a dinamikusabb, gyorsabb játékot, illetve az átlövőktől az átütő erőt. Nagyon-nagyon kevés volt az átlövés gól, betömörültünk, nem voltak előnyszerzések, szóval sok problémám van a támadó játékunkkal. Szombaton a Ferencváros otthonában lépett pályára Kisvárda, és bár a meccs vége előtt 10 perccel még csak 4 góllal vezetett a házigazda, végül 34-22-re nyert a Fradi. Az NB1 tabelláját a Siófok vezeti 16 ponttal, megelőzve az egyaránt 14 pontos, de 4 meccsel kevesebbet játszó Győrt és Ferencvárost. A 4 ponttal 9. Kisvárda szerdán Siófokon lép pályára.